A mai videót kifejezetten Tindigo követőknek, Tindigo vásárlóknak készítettem. Ez nem bőrápolásos lesz most, hanem inkább betekintést nyerhettek egy cég életébe, és úgymond Tindigo titkokat osztok ma meg veletek. Sziasztok, én Tajti Ildi vagyok, enyém a Tindigo kozmetikai márka, és a mai napon egy kis betekintést engedek nektek abba, hogy hogyan működik a cégünk, mik történtek az idei évben, hogyan változtak a dolgok a Covid és a magánéletem miatt is, és ez egy kicsit ilyen személyesebb, izgalmasabb videó lesz, viszont bőrápolást azt nem sokat fog tartalmazni, kivétel egy-két termékfejlesztési kulissza titkot, úgyhogy ez alapján már is tudjátok, hogy szeretnétek-e megtudni, mi történt az idén a Tindigóban. Ugye nagyon-nagyon sok minden nem osztok meg a magánéletemről, de melyik az a nő, aki nem oszt meg semmit az esküvőjéről? Pontosan ezért én is azért az esküvői fotomból megosztottam nagyon sokat a privát Facebook oldalamon, amit nagyon sok Tindigo vásárló legnagyobb meglepetésemre amúgy követ, úgyhogy onnan már megosztottam akkor egyet összesen a VIP csoportban, meg egyet talán az Instán. Viszont amilyen hirtelen házasodtunk, sajnos olyan gyorsan el is váltunk. Alek vissza is költözik most Macedóniába. Ez nyilván kihatott a cégünknek az életére is, mert azért nem mondom, hogy nem viselt akkor meg, de ha mi nem öl meg, az mindig megerősít, és milyen vállalkozó lennék, ha nem lenne jó a kudarctűrő képességem, úgyhogy remélhetőleg majd a legközelebb jobban sikerül. Akik szeretnek, azok szerintem inkább együtt éreznek most velem, akik utálnak, meg legalább valamiről beszélhetnek, valami szuper titkos zárt csoportban. Úgyhogy ez volt az egyik oka annak, hogy többek között új videós hátteret is találtok, mert emiatt elkezdtem az egész életemet újra tervezni, újra gondolni. Nagyon-nagyon sokat változtattam mindenen, és olyan nincsen, hogy ami drasztikusan érinti egy ügyvezetőnek, pláne egy ilyen kicsi cégnél az életét, az nem lesz semmilyen kihatással a cégre. Akkor elköltöztem egy nagyon kicsi és nagyon sötét lakásban, amit nagyon-nagyon nem szerettem. Azt tudtam, hogy ez egy átmeneti dolog, hirtelen kivettem valamit. A másik pedig az volt, hogy nagyon-nagyon nehéz lett volna ebben a hát elég zaklatott élethelyzetemben figyelni nagyon sok alkalmazottra, úgyhogy inkább logisztikai partnernek kiszerveztük a Tindigo termékeket. Ez azt jelenti, hogy a kozmetikumainkat most nem mi tároljuk, hanem egy nagy logisztikai cég a megfelelő hőmérsékleten, és itt áll rendelkezésükre egy team, aki csomagolja a Tindigo rendeléseiteket, és egyébként ennek az is az előnye, hogy hozzájuk kétszer megy egy nap a GLS, mindig rendelkezésre állnak, úgyhogy a csomagjaitokat remélhetőleg még gyorsabban is megkapjátok, mint eddig, és a GLS-en pedig nem változtatunk belföldre, külföldre pedig többféle futárcéggel is dolgoznak együtt, ahogyan mi is tettük eddig. Ezt egyébként nem hiszem, hogy érzékelnétek, ha más nem azt, hogy még előbb megkapjátok a csomagjaitokat, de gondoltam elmesélem nektek. Éppen ezért nem is volt szükségünk annyi irodára, és a Borisszal, aki velem maradt, egyre komplikáltabb volt, hogy a BKV-n hurcibáljam magammal föl alá reggeltől estig, úgyhogy végül is kivettem most egy nagy lakást, és akkor itthonról dolgozunk. Most egy alkalmazottan maradt így a Dóri, akit láthattok is a videókban. Megmaradtak azok az alvállalkozóink, akiket egyik is dolgoztunk, például változatlanul a Ditke vágja a videóimat, időnként még a Csenge is mindig besegít nekünk, úgyhogy ilyen szempontból a régi fix embereink úgymond megmaradtak. A Dóri szerintem nagyon ügyes, ő csinálta korábban az ügyfélszolgálatunkat, a csomagolást, a rendeléseket, de most én úgy látom, hogy szívesen csinálja ezeket a videókat, szerintem nagyon ügyes és bájos is benne, és nagyon kedvesek voltatok vele, és nagyon sok jót írtatok már most neki, úgyhogy nagyon örültünk, és nagyon élvezi most ezt az új dolgot, és nagyon boldogan csinálja a Tindigónak a marketingjét velem. Ahogy ugye láttátok, új termékeket idén nem hoztunk ki, ahogy már említettem, ennek az egyik oka az volt, hogy a Covid miatt az euró az az egekbe ugrott. Hirtelen azt se tudtam, hogy merre vagyok arcelelőre, vagy nem is tudom, hogy mondjam, alig tudtuk nyomon követni a változásokat, rengeteg késésünk volt, többször nem volt alapanyag, nem tudtuk, hogy honnan intézzük el. A beszállító partnereinknek is folyamatos problémáink voltak, például mondjuk aki a címkét vagy a dobozainkat gyártja. Úgyhogy igazából mindenki fogta a fejét, és próbálta megoldani a dolgokat. Nagyon nehéz volt ilyen szempontból ez az év nekem, és eszméletlenül stresszes cégvezetés szempontjából. Ez is az egyik oka annak, hogy én most
szeretnék egy kicsit jobban a háttérbe vonulni. Többet fogtok látni az oldalunkon, modelleket, a videókat sem én fogom most már mindig mondani, hanem most kezdetben a Dóri, aztán valószínűleg majd szeretnék még egy-két lányt, aki szintén megosztana veletek nagyon szuper bőrápolási tartalmakat, és nyilván felügyelni fogom egyébként a tartalmakat szakmailag. Igényes tartalmaink maradnak, amiket szeretni fogtok a jövőben is, nagyon remélem. Az idei évben szeretnénk azért valamilyen új terméket is megjelenni. A Fresh and Fun permetünket, amiben ugye Nia volt, azt imádtátok, úgyhogy egy Nia szérumot szeretnénk mindenképpen kihozni, ezen rajta vagyunk, de inkább szérum formátumban. Ezen kívül is van egy-két termékfejlesztési ötletünk, de mondjuk most egyet elmondtam, a többit meg nem, hogy legyen valami meglepetés is, és remélem, hogy minél több meg fog valósulni, és a Covid most már Svájccel ennek vége lesz, hát ettől mindennek vége van, úgyhogy ebbe reménykedünk. Egyébként ez a nagyon durva euró emelkedés indokolja azt, hogy nálunk is emelkednek az árak. Ezzel nem tudok úgymond mit csinálni, mert látjátok, hogy többe kerül a boltban is az olaj, a kenyér, a tej, minden. Ahogy látjátok, a csomagolások is elkezdtek megújulni. Ez most még egy kicsit ilyen kaotikus, hogy valamelyiknek már megújult a csomagolása, valamelyiknek még nem újult meg a csomagolása. Itt láttok egy új csomagolást, itt láttok még egy régit. Mindegyiknek úgymond ilyen új csomagolása lesz, de ettől még nem változott az összetételük. Ez inkább csak egy ilyen kis rebranding, amit majd a honlapunkon is szeretnénk megjeleníteni. Ahogy látjátok, egyelőre csak feliratkozni lehet konzultációra, várólistára, erre ki fogok valamit találni. Ennek is részben köze van a válásomhoz, mert nagyon leterhelt érzelmileg, plusz a stresszes cégvezetés is leterhelt érzelmileg, emellett még az apukámat is elvesztettem, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz év volt nekem, úgyhogy emiatt most átmenetileg várólistára tudtok jelentkezni konzultációra hozzám, de ki fogok rá találni valamilyen megoldást, vagy egy komplexebb programot, ami által nem kell annyira nekem egy órás konzultációkat tartanom, hanem tényleg elég csak röviden beszélnem veletek, vagy valami csoportosat. Valamit mindenképpen szeretnék kitalálni nektek helyette, hogy a jövőben is szép maradjon a bőrötök, és legyen valami ilyesmi opciótok. Egyelőre most úgy éreztem, hogy ez a helyes döntés, ez a december, ez nagyon nehéz volt nekem most. Ugye novemberben váltam el, decemberben elvesztettem az apukámat, de hát így is végigcsináltam a karácsonyi kampányt valami csoda folytán. Mindent elintéztem, ami kellett, de most egy kicsit szeretnék többet magammal is foglalkozni, meg pontosan emiatt is, és egy kicsit úgy elbújnék, de ott leszek azért mindig a háttérben, és a cégvezetést magát azt én fogom csinálni. Másrészt szeretnék egy újfajta programot is kidolgozni, amire többek között a Csenge is inspirált, aki ugye kijött a saját sminkmárkájával. Ő ugye tőlem azért elég sokat tanult, amikor még a Tindigo-ban segített be rendszeresen, aztán utána is mi végig kapcsolatban voltunk, és annyira feltöltött és boldoggá tett az ő sikere, hogy ilyen ügyes, hogy ezt szeret szeretném még valamilyen keretek közé rendezni, és később ebbe az irányba is valamilyen vállalkozást csinálni, vagy ilyen irányba segíteni, dolgozni, mert ez nagyon-nagyon sok örömöt adott nekem. Amikor látom, hogy milyen jól alakul valakinek a dolgai, amihez egy pici közöm is volt, attól én is azért sokkal jobban érzem magamat, és ez nagyon-nagyon feltöltött. És gratulálok még egyszer innen is Csengének. Ennyi lett volna nagyjából így mára ez a videó, ez volt még egy kicsit ilyen személyesebb, a jövőben sem szeretném, hogyha magánéletemről szólna a kozmetikai márkám, sőt, valószínűleg még ennyit se fogtok rólam tudni, kivétel, hogyha mondjuk megint felröppen, hogy esetleg leszbikus vagyok, amit remekül meg tudok cáfolni, vagy valami egészen vicces apropó kapcsán, azért elő fogok kerülni ilyen személyesebb témákkal, de azért elsősorban a bőrápolás lesz az, amivel foglalkozni szeretnénk itt a Tindigónál, és abban szeretnénk nektek segíteni, hogy a jövőben is gyönyörű legyen a bőrötök. Szóval most már csak azt remélem, hogy a 2022 az jobban alakul majd minden szempontból, mint a 2021, de azért annak nagyon örülök, hogy egész évben velünk tartottatok. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy thumbs up-ot, iratkozzatok fel a csatornára, bármilyen kérdésetek van, írjatok nekünk kommentet, és akkor tudtok minket követni a Tindigo Instán, a Tindigo Szépségreceptek VIP klubban is. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet kívánok, sikerekben, boldogságban,
gazdagban, bőségben gazdag új évet. Azért még velem is fogtok találkozni egészen biztosan mindegyik csatornánkon. Sziasztok!